A közszolgálatáért érdemjel aranyfokozatát adományozta dr. Pintér Sándor belügyminiszter Pesel Antalnak, a fetivizik gazdasági gazdasági igazgatóhelyettesének. A társaságnál egyébként mostanában is zajlanak nagyobb beruházások. Nemrég, mint egy 14 milliárd forintból készült el a Tiszakóróttól Magos Ligetig tartó töltésfejlesztés a Felső Tiszavidékén. Ezek a felvételek tavaly szeptemberben készültek tiszta csécsén. Jól látszik, hogy a gát magasítása és a koronájának kialakítása még folyamatban volt. Ezeken a képeken pedig már az látszik, hogy a munkálatok elkészültek, a gátak teljes egészében megújultak, és a magasítás mellett a töltések új koronaburkolatot is kaptak. A több mint 22 kilométeres szakasz ezzel teljes egészében kerékpározhatóvá is vált. Itt átlagosan 1,70 cm magasodott a korábbi meglévő töltésünk. Teljes hozban 3 méter széles aszfaltburkolatot takar. Maga a beruházás az része a vízügyi ágazatnak a fejlesztési koncepciójának, tehát úgy is mondhatjuk az első lépcsőfoka, ami arra hivatott, hogy a felsőti árvízi biztonságát megteremtse. A három év alatt megvalósult beruházás az ország egyik legveszélyeztetettebb árvízvédelmi területét tette biztonságosabbá. A Feti vízignél más fejlesztések is terben vannak a következő évekre, többek között a Tivadari híd átépítése és a Turmenti töltés erősítése. Köszöntöm a stúdióban peselantalt Antalt, a Feti Vizik gazdasági igazgató, a Jó estét kívánok, és minden került gratulálok ez Jó, a szép kívánok, nagyon szépen köszönöm a gratulációt. Egy kicsit beszéljünk magáról az elismerésről. Kik kaphatják <coughs> ezt a kitüntetést, és vajon miért esett önre a választás, mi erről a tomása? a nevéből ítélve azok, akik a közszolgálatában, tehát az államháztartás különböző szintjein szervezeteiben dolgoznak. Ami a jelen választást illetén azt gondolom arról van szó, hogy van egy sikeres vízügyi igazgatóság, hosszabb ideje sikeres. Ez nem a mi minősítésünk, hanem azoké, akik ezt joggal megtehetik. Egy ilyen teljesítmény, jó teljesítmény csak csapatmunkával érhető el, amely csapatban kiki a maga szintjén a maga feladatait elvégzi. A mi szervezetünk azért tud sikeres lenni, mert a legkülönbözőbb szakmai és funkcionális szinteken kiki -ki megfelelő munkát végez, természetesen én is a magam részét igyekszem elvégezni. Több mint 30 éve, úgy Igen. tudom, 31 éve van ezen a pályán, és nem csak a pályán, hanem ennél a cégnél. Milyen éveket járt be a cégnél, illetve maga a cég milyen pályát? Ja, 31 év valóban hosszú idő és különböző érákat értünk meg minden tekintetben, szakmai és anyagi tekintetben is. Össze nem lehet hasonlítani a 30 évvel ezelőtti gondokat a maiakkal. Noha gond volt egyik a is, a másik sem. is. A gondolkodás hmm. sem természetesen. Mindig az aktuális körülmények és feltételek között kell gondolkodni és keresni a, a kiutat. Én azt gondolom, hogy a mi szervezetünknek ez sikerült fejlesztéseinket tekintve, gazdasági stabilitásainkat tekintve. Közfoglalkoztatásban vállalt szerepünket nézve. Mik a legnagyobb kihívások, és mik a legnagyobb sikerek a legutóbbi néhány évben? Az elmúlt húsz évben érdekes módon nem egy tipikus szakmai dolgot kell kiemelnem, hanem a közfoglalkoztatást, amit több mint húsz éve csinálunk. Ma a közfoglalkoztatást korábban közmunkának neveztük egy érdekes adottsága volt ennek a megyének idézőjelben a nagy-nagy, relatíve nagy munkanélküliség, amiben mi lehetőséget és feladatot kaptunk a vízügyi szolgálat. Nálunk máig sok olyan feladat van, amit ez a munkaerő garnitúra jó szimaronon el tud végezni, ha jól megszervezzük. Ezzel mi éltünk, és sok embert foglalkoztattunk. Csúcsidőben több mint két és fél ezer főt, ma megy lefelé ez a létszám. Szerencsére azt kell mondanom, mert hiszen ezt egy ideiglenes dolognak szánta minden kormányzat, ma a harmadánál tartunk, körülbelül már ezer fő alatt vagyunk, szerencsére ők találtak, más területen munkát, magasabb jövedelmet, mint amit mi tudunk fizetni, de mi ebből profitáltunk, mert értelmes, értékteremtő szakmai munkát tudtunk végeztetni mindig. Mondhatjuk, hogy ma már ez be is épült a rendszerbe gazdaságilag és, és talán szakmailag is. Természetesen, és ez nekünk, vízügyeseknek egy kis gondot is okoz, hiszen ha csökken a létszám, amit ők eddig elvégeztek, azt most valahogy más módon kell elvégezni. Hát elsősorban a gépesítésre gondolunk, már amennyire ezt a pénzügyi lehetőségünk megengedi, hiszen a közalkalmazotti létszámunk az nem nagyon növekedhet. Olyan is előfordult, hogy a közfoglalkoztatottakból stabil állandó munkaerő vált? Annyira, hogy a jelenlegi közalkalmazotti létszámunknak, amely 393 fő, több mint a fele, valamikor közmunkásként vagy közfoglalkoztatottként kezdte. Több osztályvezetőnk van már, aki közmunkás volt valamikor. Azt gondolom, hogy ez egy óriási siker. Óriási siker. Szakmai vízügyi szempontból is az, hiszen ettől jobb próbaidő nincs, szoktam mondani, mint amikor valaki két-három évig közfoglalkoztatottként dolgozik a szervezetben mik voltak a legnagyobb feladatai ezen kívül nagyon sok beruházás nagyon sok fejlesztést végeztek nagyon sok pályázat fut a Feti Viziknél is. Ez is egy állandó dolog a pályázat készítésé, a pályázatok végrehajtása a legkülönbözőbb területre irányul. A bevezetőben is emlegetett árvízvédelmi fejlesztés, ami ebben az évben fejeződött be, tipikus példája annak, hogy milyen irányba kellett elmozdulnunk, de árvízvédelmi területen több más fejlesztés, tározóépítés, töltés, erősítés is, Folyt folyik jelenleg is. Ez rendkívül fontos, mert mi az árvíznek nagyon kitett térség vagyunk. Mi a vizet fogadjuk szomszédos országokból, és a vízrajzi adatokból egyértelműen látható, hogy a vizek szintje emelkedik. Erre nekünk fel kell készülni, szervezetnek és eszközöknek is. Tehát a fejlesztéseinket e területen nagy részt ez motiválta, hogy az árvizekre készüljünk, de belvízvédelmi területen is sok-sok feladat van, illetve Közeli éveknek a sajátossága, hogy az aszályra is fel kell készülnünk, ez is egyfajta védekezési feladat. Tehát a vizet, a fölös vizet nem csak el kell vezetni, Amin hanem abból értékes is. vizet kell tennünk, azzal, hmm. hogy tározunk amennyit csak tudunk. Nagyon sok árvízről hallunk Európa szerte manapság. Mennyire alhatnak biztonságban itt a megyében, illetve a Feti területén azok az emberek, akik folyók közelében élnek. Erre talán a legjobb példa az, hogyha a fejlett Nyugat-Európából <laughs> nagy árvizekről hallunk tudósítást, bizony szóba kerül, hogy hány halálos áldozat volt. Nálunk még nem volt az árvíznek halálos áldozata, ez nem csak a szerencsének tudható be, hanem a magyar vízügyi szolgálatnak is. A mi működési területünkről is elmondhatom, hogy Viszonylag nyugodtan aludhat mindenki, az emberek biztonsága megvan, a vagyon biztonsága is egyre inkább növekszik, tehát azt mondhatom, hogy a fejlődés szolgálja ezt az ügyet. Nem csak árvízbiztonsági fejlesztéseket végeznek, de például a turizmus területén is végeztek fejlesztéseket. Kiválóan összekapcsolódik a két cél, mert az árvízvédelmi töltések a legkiválóbb kerékpárutat adják hiszen a természet lágy ölén kiváló környezetben, sík felületen építhetünk kerékpárutat. Amit az elmúlt években árvízvédelmi töltést építettünk, ez már mind úgy fejeződött be, hogy aszfalt korona burkolatot kapott, tehát kerékpárút is egyben amellett, hogy nekünk a szakmai céljainkat szolgálja. De mert szakmailag is fontos és Miért ne legyen szívügyünk az idegenforgalom? Ezért az olyan töltéseken, ahol a közeli években nem várható magasítás, ott is igyekszünk kerékpárút fejlesztésekbe belefogni. Bármilyen projekt erre adódik, akár önállóan, akár önkormányzatokkal, bármilyen módszer adódik, jelenleg is van ilyen folyamatban, várjuk egy újabbnak a támogatási szerződését. Sokat mondó az, hogyha ez az új bejön, már csak 10 kilométer van hátra belőle, ha elindulunk Tokajtól, a Tisza mentén az ország határi Tisza becsig el lehet jutni kerékpárral. Időnként át kell menni a kompal, de végig valamelyik oldalon van aszfaltozott út. Ez az idegenforgalom számára óriási lehetőség, azt gondolom. Lehet, hogy egy újfajta kék túra kialakul majd. a így van, mentén. így Mik a jelenleg futó legnagyobb projektek a Fetivizignél? A tiszai árvízvédelmi rendszernek a erősítése, az emlegetett Tiszakóród Magosliget közötti szakaszhoz nagyon közel, Tivadar térségében is egy nem azonos, de fele méretű projekt fejeződött be ebben az évben. <kül> Árvízvédelmi szempontból egy nagyon érdekes feladat az úgynevezett Tivadari szűkület. Arról van szó, hogy tivadar és a település egymáshoz nagyon közel épült, és ez egyben a folyót is beszorítja a medrek közé. Tehát ez egy kritikus pontja az árvízvédekezésnek, és akkor ez csak tetézi, hogy a, a Tivadari híd és ezekhez a vizekhez képest már alacsony, azt is újat kell, kell építeni helyette. Tehát itt valósult meg egy fejlesztés, mind a jobb, mind a Bal parton. Aztán nem csak a töltést kell magasítani, hiszen az égig nem lehet emelni. A víztározók, a szükségtározók jelentenek nagy segítséget az árvízvédekezésben. A már megépült beredi, beregés szamos közi tározó mellett most kezdődött el a TISZA-Túr közi tározó építése. A ukrán határhoz nagyon közel, ez is egy 42 millió köbméteres víztározó. Ez elsőként az országba belépő tisza vizet eh, csapolhatjuk meg ennek révén, eh, nagyon nagy segítség lesz az árvízvédekezéshez, főként, ha az Ukrajna területén tervezett tározók is megépülnek. Akkor a következő évben sem lesz pihenés. peselantal nagyon szépen köszönjük, hogy befáradt hozzánk, és még egyszer gratulálunk. Köszönöm szépen, szépen köszönöm a lehetőséget. Ez.